a CNC vezérlőnek a kezelő felülete, és innentől a CNC vezérlő majd kér egy ilyen referenciapont felvételt, amit ki is ír, hogy mi ez. És akkor ezt megelőzően kell egy olyan műveletet, hogyha véletlenül úgy kapcsolták el a gépet, hogy ez a referenciaponton maradt ez a szánszerkezet, akkor a valvasó sarokban van az a sárga jog felirat ebben a főüzemmódban, ellentétes irányú mozgunk el, azt pedig úgy fogom majd csinálni, hogy először elmozgok, hát itt most elég távol vagyunk, és akkor a gépen majd lehet látni ezt a mozgást mind a két irányba. És onnantól kapcsolok át referenciapont felvétel főüzemmódba, ahol szintén az a sárga felirat fog változni, illetve én most ilyen pozíció képernyőn megint váltok, és innét. Az egy lényeges lesz, majd mutatom azt is, hogy itt ezt az 50%-ot kell figyelni, hogy az előtalás szabályzó kapcsolatban ne legyen nagyobb értéke, mert akkor ilyen mechanikus végállásra futás történik, és utána először az X-tenger mentén történik egy referenciapont felvétel a gépen, majd utána az E-tenger mentén. Ez tulajdonképpen egy ilyen gépnek a hitelesítés, hogy így fogalmazzak, hogy és ez akkor üzemkész ez a gép, hogyha ugyancsak visszatérünk ebbe a jog főüzemmódba, és itt a felvétel irányával és sorrendjével ellentétes irányban és sorrendben elmozgunk ebből a referenciapontról. És tulajdonképpen ekkor van úgymond olyan állapotban üzemkész a gép, hogyha például megmunkáló programot akarunk elindítani, ezt a megmunkáló programot innentől lehetőségünk van arra, hogy egyetlen egy jó magunkatársára ezt elindítsuk. És akkor onnantól működőképes a gép, tehát munkadarabot lehet rajta gyártani. És a gépből most ezt azért megállítom, mert csak ez maga a gép bekapcsolása, üzembe helyezése. Ez volna az egyik ilyen feladat majd a gépkezelő hallgatónak, illetve a következő, ezt együttesen majd ilyen referenciapont felvételnek nevezzük. Utána pedig nagyon fontos, hogy a munkadarab nullpontjának a bemérése. Na most azt hagyd mutassam meg előtte, mert azt egy nyitott ajtónál kell, okay. Hogy, és nem tudom mennyire fogok én itt férni. Itt semmi más, ennek a revolver fej tárcsának a homoksíkjával meg kell érinteni a munkadarabnak azt a síkját, ahol ezt a úgynevezett munkadarab nullpontot fel akarok venni. Egy picit távolabb állok, és olyan helyre forgatom be ezt a szerszámtával, ahol ez az érintés létrejöhet, mert nincs útjában semmi a gépnek. Mindjárt megnézzük, meg keresünk olyan helyet. Jó, ez az oldalfelület megfelelő. És akkor most nagyon finoman tulajdonképpen megközelítjük a idétlen hangjában a gépnek. És ezt lényeges, hogy az egyik az, hogy ez a megközelítés, az először ebben a jog üzemmódban egy durva megközelítésnek nevezzük, mert itt egy folyamatos mozgás, és le kell emelni a kezünket a billentyű, hogyha azt akarjuk, hogy megszűnjön. A közelértőnek majd itt lesz egy másik főüzemmód, amikor egy adott lépéstávolságot mozog csak a gép, és akkor majd azt... Hát azt mondom, hogy szemlevételezéssel körülbelül milyen finoman lehet megközelíteni, hogy lehessen látni azt a részt, ami még itt a munkadarab homloksíkja. Már talán nincs is, akkor egy picit hátrán áll. Jó, és akkor innét bejegyzem, és ezt folyamatosan mozgatni kell, hogy ezt tudjam, hogy ezzelbe téve mikor érintette meg. És akkor ez az inkrementális üzemmódban tovább finoman létegetve egyszer csak már nem lehet mozgatni a papírlapot, akkor érzékelt azt, hogy itt most az emberi hajszál körülbelül egy hatodát mozdulja egyszerre a számnál, és az olyan 1/100 milliméter nagyság. És amikor ezt a papírlapot már csak húzni tudom, tolni, tehát nem tudom, mert megakad, akkor innentől tulajdonképpen megérintettem azt a felületet. És akkor azt kell megmutatni, hogy ezt a felületet, ha megérintettük, akkor ez a masine feliratnál kell ezt a Z-koordináta értéket megjegyezni, ez a 89,679 ezred.
és van egy úgynevezett offsettel, 89,679 ezred, amikor az offsettelnek egy megfelelő helyre mínusz 89,679 ezred, ezt ide beírja, bocsánat, nincs előjel, akkor mindjárt. Mínusz 89,679 ezred, és ez az input, és ekkor van a munkadarabnak úgymond egy ilyen programozási nullpontja bemérve. Ezt nevezik nullpont felvételnek majd a CNC technikában. És tulajdonképpen ekkor csak azt akarom megmutatni, hogy a szorításból, ha kikerül az a papírlap, akkor magától egy sor esni. Tehát megszűnt ez a szorító erő, még ettől fel lett véve ez a munkadarab nullpont. Meg talán még egy ilyen harmadik fejezet, az pedig a felszámot beadóise üzemmódban, az MDL üzemmódban a munkadarabnak egy adott fordulatszámot és forgási irányt fogunk programozni. Ez egy 800-as fordulat és felénk fog forogni a munkadarab ennek a ciklus stabilentjének a hatására. És akkor ezt a munkadarabnak az átmérőjét, illetve a hosszát kell megérinteni a belülető szerszámmal. Azt a szerszámot meg kézi üzemmódban, amit akar érni. Most például ott van is egy esztárok és meg lehet látni. Ezt szeretnénk bemérni, milyen hosszúságban is milyen van átmérő mentén, meg hossz mentén, milyen kinyomásokkal rendelkezik a szerszám. És ez szintén ott történik, hogy a csodüzemmódban megközelítjük a munkadarabot. Talán itt azt nem tudom, hogy mennyire fénylik hozzá. És akkor nekem is látni kell ide. Esetén. Ez az úgynevezett szerszám geometriai tárban, és akkor itt a 12-es helyre ez az irány a kinyomása. És itt közöljük, hogy a munkadarabnak ez a hossza, ami kereken 40 mm, és ezt közöltük a vezérlővel, egy billentyűt a measure, bemérés billentyű hatással, egy kiszámoljuk, hogy mennyi a szerszám kinyomása. Ez az egyik irányunk bemérése a szerszámnak, utána meg egy átmérő mentén azt is megmutatom, hogy majd szintén akkor azt mondja, hogy visszakapcsolódjon a módba, és azt mondja, hogy szintet vagyunk a szerszámra. Veszek elő, és most kinyitom majd az ajtót, mert meg kell mérni ezt az átmérőt, amit esztergáltunk. És esztergáltunk, akkor elnevezett terheléses módszerrel forgácsoltunk, és utána semmi más dolga nincs a kedves hallgató kollégának, mint hogy megméri azt a forgácsolt átmérőt, amit kialakított egy tolómérővel. És akkor ennek a tolómérőnek szó szerint a beolvas, hogy mennyi az az értéke, és ezt az értéket majd megint ott a
számítógépen egy megfelelő helyre beírjuk, és akkor a gép megnézi azt, hogy szerintem az offset árban most a X keresztirányú mozgásokat mértünk meg, és azt mondtuk, hogy ez 25,08 volt, ezt be is írjuk, és akkor megint csak a bemérés billentyűre. Ő kiszámolja, hogy mennyi a szerszámnak a tényleges kinyúlása úgynevezett szerszám vonatkoztatási ponthoz képest, és minden egyes ilyen szerszámot tulajdonképpen itt egyet bemutatom mindig a hallgatóknak, utána gyakorlásként bemérítskélik, és utána ez megvan, akkor tulajdonképpen valamennyi szerszámon be van mérve. Ha be van mérve, akkor történik egy programszerkesztés, ez a programszerkesztő főüzemmódban. Most készen van természetesen egy program, amiben bármit tudunk módosítani, hogyha szükséges a bármelyik gondolatot vagy értéket hát tudjuk írni. Ezt le lehet úgy teszteni grafikusan, hogy van egy grafik képernyő menü, és ebben a képernyő menüben el lehet indítani ennek a grafikus tesztelését, amit itt kirajzol, hogy a szerszámok mozgáspályája, a szerszámnak a csúcspontja milyen útvonalat ér le, és akkor milyen anyagmennyiséget távolít a nyers darabból tulajdonképpen. És ezt itt végigkutatjuk, most meg is nézzük. Majd utána megnézzük, hogy hogyan teszteljük le a munkadarabon kívül ezt a programot. Na, kétfajta munka is lesz majd. És nagyon gyorsan ez egy elnevezett átfordítással készülő munkadarab, aminek mind a két végét megmunkáljuk. Ez egy műanyagból készült boros üvegdó, amit hát ha kihúznak a parafát, azt nehéz visszadugni, ezt pedig könnyedén le lehet zárni a bolt, hogy ne párologjon az üvegből, ha marad benne egyáltalán. És utána ezt a programot még mindig nem forgácsolunk ilyenkor, nem leteszteljük még pedig oly módon, hogy van egy olyan üzemmód, amikor ez a drycut, dryron, melyik gépe úgy nevezik, ez a száraz teszt tulajdonképpen, ami azt jelenti majd, hogy nem forog a munkadarabunk a gépen, csak a szerszám mozgása, az is egy nagyobb sebességgel, mint ahogy általában szokott, és ezt elindítjuk, ezt a száraz tesztet, akkor majd itt látjuk is a mozgást, hogy egy ilyen idétlen gyorsasággal történik, ahol a forgácsolásnál nem itt történik a szerszám mozgása. Most nagyon gyorsan esetleg le is kutatjuk, hogy minden szerszám ezt. És ez mindig azért elhúgynevezett eltolt koordinátával a munkadarab előtt végezni, mert ebben nem forog a munkadarab anyag, akkor nem élet minden forgácsolás. Ezt is itt pillanatokat, időt lehet megtakarítani. A felszám tesztelése során. Most írta, hogy egy végállás hívomát eltoltuk, hogy nem érdi a szegületkező, amikor ezt a bizonyos száraz tesztet kikapcsoljuk, és akkor mi mindig úgynevezett eltolt koordinátánk, amit megmutatok, hogy a munkadarab nullpontjához viszonyítva, én ezt visszajön, azt a mínusz 41,719-ezre úgy emlékszem. És ehhez képest majd végrehajtjuk úgy a programot, hogy 50 mm a darab előtt fogunk mindent lejátszani, csak most már azokkal a sebességekkel, hogy tényleg az anyagban is haladna a szerszám. Ezt már is látni fogjuk, hogy milyen módon jó előtolás 0%-on is akkor a mindenki legyen a gépmozgása is. És innentől picit gyorsan leveszem, mert nem tudom mennyire le van egy szemből lehet látni, mozog a szám összeállban. Mint hogy a munkadarabra is forgácsolnánk, csak itt a darab előtt történik még mindez, mindig
szemlővételzésű vizuális családban jó helyen szerszám. Ez egy kicsit hosszabb időt tartom, de...
akkor ezt ha feloldjuk, akkor most lehet látni, hogy az első felfogásnak a műveletében mi az, ami elkészült. Uh-huh. Itt van benne egy furatocska, és ez egy lélegző furat, úgyhogy a levegő összenyomhatatlan, vagy legalábbis emberi kézzel nehéz összenyomni, ezáltal ha a folyadék fölött még van levegő, és beledugjuk a dugót, akkor ezt valahova távolni a dugóban. És akkor ezt most megfordítom, és itt fordítva beletesszük mindjárt. Összehallgatom a tudmányt, és akkor remélem, hogy sikerül is ezt beütköztetni, hogy kell. Kényelmesen megfogható a darab, és itt a felületei, ezek ilyen szép éves felületek.